pont most hívnak. Mindegy, nem tudom felvenni. Gyertek, babikák! Itt van a két diósi kanca. Ennyi Jancsikát behozom ebből a slunggal, és csókolom, és nyugodtan megebédelünk szépen, kényelmesen. 3 óra fele visszajövök, és behozom őket, elég nekik, és akkor este 7 óra fele, amikor gyertek, babák! Hát a Szürike ég és föld, ahogy így megy szegényként. Ugye, rossz volt neki, ahogy volt. Hát egy kicsit, Roxika, oda menj a hely. Hát gyerekek, most így bekeveredtünk. Édes babáim, hát mi ez itt? Hogy vagyunk? Hogy jövünk? Mi ki lehet őket, meg haza is lehet őket. Ti egy ló minden nap kint van, dolgoznak ugye. Most tegnap a Szüri nem dolgozott, de a Roxika bőven. Nyugodtan. Nem friss, meg kiúrik a idegbeteg. Jancsikáról én hoztam egy ágaskörút, hogy kirakom a két kancát. Gyere, drágám, ne oda szengolj, amikor pont nem jó vagy. Ide gyere mögé, mellém. Apuci mellé. Okos vagy, intelligens. Kanoskodni fog esetleg. Jó, sok ideje nem lesz. Azért hagytam így, hogy külön vannak ott a csődörök. Hoppa, ha. Én nem hagyom itt Jancsikát. Ilyen izének. Próba csődinek. Gyere ide, Szürikém, hogy egyszer engedjelek benneteket. Na, álljon ő. Egy pillanat a rágáim. Olyan így. Jön még egyszer. Oké. Jó. Végre, Szürikém, erre menni. Jó van, drágáim. Úgy jól meg kell verteni. Hopp. Jancsika. Befejezni, ha? Édes Szürikém. Hónap már nyeregbe zárjam. Persze, szegénynek fájtott a dolgai. Meg lesz patkó, Jancsika is klassz. Úgyhogy tietek a világ, drágáim. 3-ig biztos. Itt elvagytok. Amikor Jancsika! Na ezért hoztam ágaskodót. Tudom, hogy itt huncuszkodsz majd. Jó. Gyere, János, jöjjön, kérem szépen. Aha, végre ír a kanca. János, jöjjön ide. Jöjjön ide, kérem. Megyünk haza, ne fiúskodjál. Tegnap is ez volt lovaglás, aztán rájöttél, még nem nyert ki derbit. De megígértem, akkor biztos, hogy fedezőni lesz. Jó, kicsikém. Ezt ide rakjuk, hogy ne legyen baj. Na, lerakom. Jó van, mert a ágaskodót kell raknom. Gyere, Jancsika, gyere, drágám. Jó van, picike. Hónap is ül a téged, jó?